Kemecsén nem állt le teljesen a munkavégzés, a hivatalok működnek és az óvoda és a bölcsöde is fogadja a gyerekeket. Ezzel együtt azonban igyekeznek mindenkit a lehetőségekhez mérten minél inkább otthon tartani. A település polgármestere elmondta, a térségi ügyeleti ellátásban vannak fennakadások, és a munkanélküliek száma is emelkedett a településen. Úgy figyelünk oda egymásra, hogyha valakinek légúti tünetei vannak, akkor azt a kollégát arra az időszakra, arra két hétre, akkor kivonjuk és home office munkavégzésben folytatja a tevékenységét. Azon kollégák például, akinek hozzátartozója, ismerőse, rokona érkezik haza külföldről, és olyan érintettséggel bír, amire oda kell, hogy figyeljünk, akkor őt szabadságra engedjük ilyen esetekben, illetve arra is odafigyelünk, hogy a közösségen belül, ha valakinek olyan kontaktusa van, akkor fölhívja a figyelmünket, egyeztetünk, beszélünk róla, hogy mit évők legyünk, illetve a környezetünkből, itt a településről bármilyen jelzés érkezik, akkor ebből feljegyzéseket készítünk saját magunk részére, és a feljegyzés alapján következtetéseket vonunk le, hogy mit évők legyünk az adott esetet illetően. A településen nincs probléma az orvosi ellátásban. A helyi házi orvos, aki 65 éven felüli, otthonról telefonon keresztül rendel, az ápolója pedig a rendelőben várja a betegeket a központi utasításoknak megfelelően. Így Kemecsén nincs fennakadás, azonban a járás több praxisával, így a központi ügyeleti társulásnál is problémák tapasztalhatók. 8 településre terjed ki a mi tevékenységünk. Ennek a társulásnak a feladatait, az elnöki tisztségét is jó magam látom el, és Kemecse viszi, hiszen a központi ügyelet székhelye itt van. Viszont azt tapasztalható, hogy a településen 10, ezeken az érintett településeken 10 praxis joggal rendelkező vállalkozó háziorvos található, és a vállalkozó háziorvosok közül azt kell, hogy mondjuk, hogy többen, tehát ez több mint egy, többen nem vállalják a központi ügyeletben lévő feladat ellátást ebben a rendkívüli helyzetben. Ez azért a tisztánlátás véget, ez egy olyan fontos információ, ami szerintem a helyi közösség meg a megye közvéleménye részére is szerintem fontos, hogy elhangozzék, hogy vannak ilyen jellegű praxisok, akik az orvosi hivatásuknak és kötelezettségüknek a központi ügyeleti ellátást illetően nem tesznek eleget. A polgármester elmondta, Kemecsén a gyógyszertári ellátás, valamint a boltok ellátása is fennakadás nélkül működik. Az üzletekben türelmesek az emberek, sorban állnak, csak annyi ember tartózkodik az üzletekben, amennyi az adott légtér elbír. Hétvégén én körbenéztem, én is kimozdultam, és a lakosság betartotta azokat az utasításokat. Mi külön intézkedést nem tettünk, de a helyi lakosság az lényegében otthon maradt. Azokat az elvárásokat, amelyeket a központi intézkedésekből a kormányzat is előírt a lakosság részére, azt maximálisan mindenki betartotta. Lipők Sándor hozzátette, a településen kis- és középvállalkozások működnek, az esetükben egyelőre nincs komolyabb fennakadás, azonban a munkanélküliség növekedése már tapasztalható Kemecsén is. A leginkább érintett szektorok, a vendéglátóipar teljesen megállt, itt munkaviszony megszűnésekről és munkaidő rövidítésekről is beszámoltak már a munkáltatók.